Köszöntök mindenkit, Bíró Anikó vagyok a KRTK-ból, Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpontból. Tudományos főmunkatársként dolgozom, és a SHARE projektnek a vezetője vagyok, szakmai vezetője. SHARE az a Survey of Health, Aging and Retirement in Europe rövidítése. Ezt a 50 év fölött Európában kutatásnak nevezzük. Ez a kutatás is az eléggé hasonlít az előzőek, ben hallott kutatásokhoz, tehát ez egy adatbázis felvételről szól. A fókuszában különbözik a korábban hallott, vagy különösen az ISS projekttől, mivel hogy a neve is sugallja, itt az idősödésre, az idősekre vagyunk kíváncsiak ebben a kutatásban. Tehát milyen kérdésekre keresünk választ? Olyan kérdésekre, mint hogy milyen körülmények között idősödik a magyar és az európai lakosság, miként változik az idősödő népesség, gazdasági és társadalmi helyzete, hogyan készülnek fel az idősebb korukra az emberek, hogyan befolyásol az egészségi állapotot és az életkörülményeket és a jólétet. Az egészségi állapot hogyan befolyásolja, és az idősödés hogyan befolyásolja az életkörülményeket és a jólétet Magyarországon és Európában is. Ahhoz, hogy ilyen jellegű kérdéseket meg tudjuk válaszolni, ehhez szükséges az, hogy viszont hosszú interjút folytassunk le egy reprezentatív mintával Magyarországon és más európai országban is, és ebben a legjobb eszköz, egy tudomásunk szerint Európában a legjobb eszköz a SHARE projekt. És ahogy megjelent a COVID koronavírus, így bővült a SHARE-nek a témaköre is, erről fog egy kicsit bővebben beszélni néhány diával később, hogy hogyan reagált a SHARE a változó világra és a COVID által felvetett kérdésekre. A SHARE is egy két évente ismétlődő adatfelvétel, eddig Magyarországon a mindegyik adatfelvételt a TÁRKI végezte, tehát a KRTK mellett a TÁRKI résztvevő partner. Fontos a SHARE esetében is, hogy a létrejövő adatok, ezek egyéni szintű adatok, ezek bárki számára hozzáférhetők, kizárólag természetesen tudományos célra és regisztrációt követően, tehát természetesen nyilatkozni kell, hogy a adatvédelmi elvárásokat betartjuk, de mindezen megtétel után bárki hozzáférhet az adatokhoz. Hogy mik a részvételből származó hazai előnyök? Tehát egyik a nagy előny az, hogy elsőként a SHARE adatbázist teszi lehet panel jellegben az öregedés, mint folyamatot és annak a következményeit tudjuk vizsgálni. Fontos tudni, hogy itt a SHARE-ben ugyanazon egyéneket követjük, és próbáljuk után követni két évente, tehát egy panel adatbázis jön létre, és az is fontos, hogy ez egy interdisziplináris kutatás, tehát ahogy említettem, sokféle témakörrel foglalkozik a SHARE, mint az egészséggel, objektív egészségmérőszámaink is vannak, gazdasági helyzettel, társadalmi kapcsolatok, családi helyzet, lakhatás, stb. Egy másik fontos szempont a SHARE esetén, hogy biztosítja, hogy a ilyen jellegű témák iránt érdeklődő kutatók egy nemzetközi kutatásba tudjanak integrálódni, ahol a öregedésnek az egészségügyi és társadalmi következményeit, amit ezekre adható központokai európai kontextusban tudják vizsgálni. Valamint a SHARE-nek vannak Európán kívüli partner kutatásai is, Amerikában és Ázsiában is, amelyek szinte az egész világot lefedő összehasonlító elemzéseket tesznek lehetővé. És ahogy említettem, a koronavírus megjelenésére válaszul, a SHARE összeállított egy új kérdőívet. Történt az adatfelvétel a nyár során, aminek alapján a SHARE kutatás képes európai szinten feltérképezni a koronavírusnak a közvetlen és közvetett hatásait az 50 év feletti lakosság egészségére, munkapiaci helyzetére és jövedelmére. És tehát ez egy fontos, hogy a SHARE gyorsan tudott, reagálni az új kihívásokra. Ez az ábra egy áttekintés mutat az eddigi SHARE hullámokról,
2004-ben indult a SHARE projekt, akkor 12 résztvevő országgal, akkor Magyarország még nem volt részes az adatfelvételnek, majd láthatják, hogy fokozatosan bővült az országoknak a köre, és Magyarország itt szerepel, Magyarország első, mint a negyedik adatfelvételi hullámban 2011-ben vett részt a SHARE adatfelvételben, majd utána két hullámból kimaradt, és a NKFH-nak a támogatásnak köszönhetően a hetedik hullámban 2017-ben részt tudott venni ismét Magyarország, és ez zajlott a 2017-ben, és most 2019-ben lezajlott a nyolcadik hullám is, de adatfelvétel megtörtént, és a adatok feldolgozásának is most már a végén járunk, tehát hamarosan ezek az adatok is nyilvánosan elérhetők lesznek, a 2019-es adatok, amelyben már a koronavírushoz kapcsolódó új kérdések is szerepeltek. Magyarország SHARE adatfeldolgozása 2017-ben történt meg. A mintának a nagysága Magyarország esetében a hetedik hullámban 2000 fő körüli volt, mert a nyolcadik hullámban, tehát 2019-ben ugyanezen egyéneket próbáltuk utánkövetni, természetesen csökkent a mintaelemszám részben, a halálozás részben, válaszmegtagadás miatt, de így is 1000 fölötti számú a magyar minta a nyolc hullámban, egész Európát tekintve pedig 50 000 fölötti kérdőív került kitöltésre az utolsó adatfelvételi hullámban, tehát egy elég nagy adatbázis gyűlt össze az 50 év feletti lakosságra vonatkozóan. Beszélnek egy picit részletesebben a koronavírushoz kapcsolódó adatfelvételről. Tehát, egy normál SHARE adatfelvétel indult 2019 év végén. Ez azt jelenti, hogy akkor még személyes megkérdezések történtek, tehát a kérdezőbiztosok személyesen mentek ki a válaszadókhoz, majd hát a koronavírus megjelenésével ezt le kellett állítani a SHARE projektnek egész Európában, majd átálltunk telefonos adatfelvételre, és 2020 nyarán megtörtént a telefonos adatfelvétel, amelyben a koronavírushoz kapcsolódó kérdéseket tettünk fel a válaszadóinknak, és az Európai Bizottságtól kaptunk finanszírozást, hogy ezt az adatfelvételt 2021-ben megismételjük. Tehát természetesen nem csak Magyarországon, hanem az összes SHARE országban. De milyen jellegű kérdésekre kerestük itt a választ? Arra, hogy értékelik a válaszadóink az egészségi állapotukat, milyen megelőző viselkedéseket alkalmaztak a koronavírus megelőzésének érdekében, mentális egészségre vonatkozó kérdéseket tettünk fel, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, hogyan ítélték meg, hogy változott a munkapiaci jövedelmi helyzetük, valamint a szociális hálójuk, hogyan változott a koronavírus kitörésének a hatására. A regisztrált felhasználója a SHARE adatbázisnak folyamatosan növekszik, ez látszik is ezen az ábra, hogy a 2004-ben indult az adatfelvétel, utána megjelentek az első adatok, majd pedig most 2020-ra már több mint 10 000 regisztrált felhasználója van a SHARE adatbázisnak. Országonkénti bontásban is láthatjuk, hogy nagy a szórás, Magyarországon még viszonylag kevés, pillanatnyilag 61 regisztrált felhasználóról tudunk csak, ez részben amiatt is lehet, hogy ugye eddig csak két adatfelvételi hullámban vett részt Magyarország, de azok között eltelt közben 6 év. Reméljük, hogy mostantól akkor rendszeresen részt tudunk venni a SHARE adatfelvételben, és így vonzóbbá is teszi magyar kutatók számára az adatbázist, amint célunk, hogy népszerűsítsük egyetemeken is az adatbázist. A publikációk száma is, a SHARE adatok alapul publikációk száma is folyamatosan nőtt. Kumulatív számokat látjuk, tehát 2020-ra összesen mintegy 3000 publikáció jelent meg, aminek körülbelül a fele az referált nemzetközi folyóiratban megjelent tanulmány. Magyar kutatók részvételével születnek SHARE adatok alapján publikációk. Részben én is publikáltam a társszerzőimmel olyan jellegű kérdésekről, hogy rendszerváltás az hogyan befolyásolta a 2010-es évek végén megfigyelhető egészségi állapotot, tehát mondhatjuk azt, hogy a hosszú távú egészségi hatásait vizsgáltuk a rendszerváltásnak a SHARE adatok alapján,
vagy most elfogadott tanulmányunkban Elek Péterrel a diabéteszben Európában megfigyelhető regionális különbségeket és annak magyarázó tényezőit vizsgáljuk. Vagy például a Medgyessy Márton tanulmányában azt vizsgálja, hogy az idős szülőknek nyújtott nem anyagi segítségek hogyan alakulnak Magyarországon európai összehasonlításban. Tehát végezetül azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a szabadon hozzáférhető share adatok, ezek nagyon sokfajta kutatási területhez hasznosnak bizonyulhatnak, tehát közgazdaságtudomány, szociológia vagy egészségpolitikai területhez is tud a share európai szinten összehasonlítható adatokat nyújtani. És a további kérdésük vagy információ nyújtási kérésük esetén szívesen állok a rendelkezésükre a megadott e-mail címen. Köszönöm szépen a figyelmüket!